Újdonság augusztus 1-től, hogy már időalapú elektronikus jegyeket és bérleteket is tudnak vásárolni az utazók. Eddig is megvolt a lehetőség, hogy elektronikus úton vegyék meg a jegyeket és bérleteket, néhány nap múlva azonban már az időalapú jegyek vásárlását is bonyolíthatják egy okostelefon segítségével. Régi igény, hogy ne a klasszikus havi, illetve az egyszeri utazásra feljogosító jegy legyen, hanem legyen egy időalapú társa is, ezt fogjuk augusztus 1-től bevezetni. 90 perces jegy kerül majd forgalomba, ami azt jelenti, hogy nyilván ez az átszállástól függetlenül 90 percig jogosít majd utazásra itt Székesfehérvárhelyi közösségi közlekedésében. Ez 280 forintba fog majd kerülni, tehát ugyanannyi, mint a jelenlegi papíralapú jegyára. Ezt követően augusztus 1-től pedig a elővételi papírjegy, illetve a buszon váltott jegyára viszont növekedni fog. Mészáros Attila hozzátette, a bérleteknél is hasonló a helyzet. A felnőtt bérleteknél elérhető lesz a 15 napos, a 30 napos és a 90 napos bérlet. A jelenlegi papíralapú árakon fogják tudni majd ezeket a bérleteket megváltani. Nagy előnye, hogy nem kell 5-ig sorban állni egyébként a jegypénztárakban, hanem bármikor a hónap bármelyik napján megválthatók, és onnantól kezdve az adott időszakra érvényes lesz majd ez a bérlet. Ami még fontos, hogy a diákbérletek esetében is az elektronikus 30 napos diákbérlet 280 forintba fog majd kerülni, ahogy eddig is itt a papíralapon lesz majd némi változás. És fontos, hogy az átállás miatt az augusztus havi bérleteket csak augusztus 1-től lehet majd megvásárolni. Az online jegyek és bérletek vásárlására internet kapcsolattal rendelkező okostelefon, e-mail cím, bankkártya és egy alkalmazás letöltése szükséges. Az első vásárlás előtt regisztrációra van szükség, amely során e-mail címet kell megadni. Az alkalmazások teljes listája a mobiljegy.nmzrt.hu honlapon érhető el.